Az idén 5 első osztály kezdte meg a tanévet az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában, ahol jelenleg is gőzerővel zajlanak az épület energetikai felújításával kapcsolatos munkálatok. Az idei tanév azonban nem csak emiatt marad emlékezetes, hiszen 2. jubileum is okot ad majd az ünneplésre tanárnak és diáknak egyaránt. Zökkenőmentesen indult el a tanév. Hát a hátam mögé pillantunk, akkor látjuk, hogy a felújítások, amelyek a nyár elején kezdődtek, a mai napig még folynak, de hál' Istennek arról tudok beszámolni, hogy ez a hatalmas beruházás, ami ugye szigeteléssel, nyílászáró cserével kapcsolatos, ezek lassan a végére érnek, befejeződnek. Nagy valószínűség szerint már a héten is nyugodt körülmények között fogjuk tudni folytatni a mindennapi életünket. Szeptember 1-én a szokásoknak megfelelően nálunk is becsengettek. A tanévnyitó ünnepélyünk keretében vonultak be Taps közepette az első osztályosaink. 5 első osztályt indítottunk ebben a tanévben, akik a felsőbb évesektől, ez már nálunk hagyomány, megkapták az iskola címerével ellátott nyakkendőt, és nagyon büszkén viseltek és indultak az első osztályfőnöki órára aranyos kis elsőseink. A tanévnyitó ünnepség sor került az iskola zászló felavatására is, amit a történelmi egyházak képviselői megszenteltek, illetve megáldottak. 5 első osztályt említett igazgató úr, de nem minden évben volt ez így. Mondhatjuk, hogy gyarapodnak az osztálylétszámok itt Üllőn? Hála Istennek, igen, arról tudok beszámolni, meg tudom erősíteni azt, amit kérdezett. A tanulói létszám folyamatosan emelkedik. Egyre kevesebben férünk el az épületben, de ebben az évben azért még sikerült megoldanunk azt, hogy minden kis első osztályos le tudtunk ültetni, és ennek nagyon örülünk. És ha már első osztályosokról van szó, akkor azt is szeretném kiemelni, hogy második éve már, hogy folytatódik a sakkoktatás a tantárgyi keretek között, heti 1 órában tanulják a gyerekek a sakkot, és ez alkalomból a szülői munkaközösség és az önkormányzat segítségével egy kültéri sakktáblát is el tudtunk helyezni az iskola udvaron, ami talán segíti majd ennek a tantárgynak az oktatását, illetve népszerűsíti ezt a nagyszerű sportot. Az iskola igazgatót nem csak a tanévkezdésről, hanem az intézmény előtt álló 2. jubileumról és a hagyományos Árpád napokról is megkérdeztük. Jubileumi évben vagyunk, hiszen 40 évvel ezelőtt adták át ezt az iskola épületet, ami mögöttem áll. 1977. augusztus végén, szeptember elején kezdődött meg itt a tanítás, tehát ebből a szempontból is jubileálunk, illetve negyed százada, hogy az iskola felvette az Árpád fejedelem nevet. Ez a 2 jubileum egész évben végigkísér minket, és természetesen a szokásos rendezvényeinket, a hagyományainkat e köré építve egy kicsit megrendezzük ősszel és tavasszal, folyamatosan vannak ezek a programok. Még egy kérdés a végére, nemrég jártunk a házi gyermekorvosi rendelőbe, és tele volt. Önöknél is emelkedtek a hiányzások az elmúlt napokban? Sajnos igen. Egyre többen jelezték ma reggel a portai szolgálatokat, illetve a kollégáknak, hogy betegek a gyermekek, de bízom abban, hogy hamar újra erőre kapnak, meggyógyulnak és újra jönnek hozzánk az iskolába.